Üdvözlöm kedves nézőinket! Önök a Pápa Városi Televízió híradóját látják. 2021-ben és 2022-ben 1,2 milliárd forintot fordíthat a Veszprémi Érsekség a pápai nagytemplom külső felújítására, környezetének rendezésére, valamint a belső megújítás megkezdésére. A kedd délutáni sajtótájékoztatón Soltész Miklós államtitkár elmondta, hogy a Kárpát-medencében 150 templom épült, és több ezer megújult az elmúlt 10 évben. Udvardi György érsek pedig arról beszélt, hogy az ország termelékenységének, jó működésének alapja az emberek lelkének megfelelő állapota. A jelentős támogatásért köszönetet mondtak a miniszterelnökségnek és Magyarország kormányának. Pápa város jelképét, a késő barokkor ritka alkotását pontosan 250 éve kezdték el építeni, mondta a sajtótájékoztatón dr. Kovács Zoltán, országgyűlési képviselő. Sajnos az elmúlt évszázadok nyomot hagytak az épületen, ezért most már nem halogatható egy átfogó felújítás. A mi feladatunk az, hogy ezt megőrizzük az utókor számára, de ez egy működő templom, ez mindannyiunké, és hát a hitélet gyakorlásának az egyik legszebb szintereit Pápa városában. Soltész Miklós arról beszélt, hogy akárhányszor a városba jön, mindig a tornyok tűnnek a szemébe először. A kormány fontosnak tartja az egyházi épületek megújítását, ezért két ütemben 600-600 millió forintot ad a pápai nagytemplom munkálataira. Az első két ütemre az külső állag megóvásra, szépítésre és remélhetőleg már a belsőnek is a megkezdésére elég lesz ez a pénz. Kormányozni fogunk tovább és folytatni fogjuk azt a programot, amert akár a Magyar Templom felújítási program keretében sok kicsi templomnak is a segítséget nyújtotta, de akár pedig nagy székesegyházak vagy társszékesegyházak megújítását is szolgálta. Udvardi György veszprémi érsek megköszönte Mail József apát plébánosnak, Pápa város vezetésének, országgyűlési képviselőjének és a magyar kormány tagjainak, hogy évek óta szem előtt tartották a templom megújítását. Az ország kulturális javainak jelentős része egyházi kötődésű, vagy éppen egyházi fenntartásban vagy tulajdonban van. És ez messze túlmutat egy helyi közösségnek a lehetőségein, messze túlmutat azon, hogy egy közösség hogyan használja a saját céljaira, hiszen akár ez a gyönyörű nagy templom is, akár más templomokra, egyházi kulturális javakra gondolhatunk, az sosem csak a hívő ember számára jelent kincset és értéket, hanem az egész magyar nemzet számára is. A sajtótájékoztató után a jelenlévők megtekintették az épületet, megismerkedtek értékeivel és megbizonyosodhattak a felújítás szükségességéről. Veszprém megye 4-es számú választókerületében már több mint 10 000-en aláírták a Stop Gyurcsány, Stop Karácsony petíciót. Dr. Kovács Zoltán és Unger Tamás kedd délelőtti sajtótájékoztatóján a Fidesz pápa irodájában elhangzott, hogy az országban több mint 700 000-en aláírásukkal támogatják, hogy a 2010 előtti Gyurcsány kormányzás ne térjen vissza. Az aláírásgyűjtést tovább folytatják, hogy aki még szeretné, ilyen módon is kifejezhesse véleményét. 2010 után azt gondolhattuk volna, hogy az emberek tanultak az elmúlt évek hibáiból, és nem szeretnék újra Gyurcsány Ferencet az ország élén látni, kezdte a sajtótájékoztatót dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő. Ezzel szemben ma újra a DK elnöke mozgatja a szálakat. Emögött, a kísérlet mögött Gyurcsány Ferenc áll maga, leegyszerűsítve Gyurcsány a hivatalba, Karácsony a kirakatba. És ezen közben elindítottak egy előválasztásnak nevezett háttérmegállapodásokkal teli, jó szándékú emberek megtévesztésére szolgáló akciót, és úgy gondoltuk, hogy ez nem mehet így tovább, ezért elindítottuk ezt a petíciót, nem akarjuk, hogy ez a korszak visszatérjen. Unger Tamás, a Fidesz pápai csoportjának alelnöke megköszönte az eddigi aláírásokat, és felhívta a figyelmet, hogy folytatják a munkát. A munkatársaink a következő hetekben folytatni fogják a közterületeken a standolást, folytatni fogják a háztartások megkeresését. Kérjük a pápaiakat, hogy a részben már általuk is ismert munkatársakat, esetlegesen új munkatársakat
fogadják bizalommal, és tegyék meg, hogy aláírják ezt a petíciót, hogyha egyetértenek ezzel a céllal. Mi feltételezzük, hogy nagyon sokan vannak még, akik egyetértenek a mi megfogalmazásainkkal, illetve a mi céljainkkal. A petíció aláírásához nem kellenek személyes okmányok. Név, cím, esetleg telefonszáma fontos. Unger Tamás arra is felhívta a figyelmet, hogy támogató munkatársakat is várnak, akik segíteni szeretnének az aláírásgyűjtésben. A Munkácsi Iskola évről évre felidézi a Zweiglein, azaz ágacska történetét. Ennek segítségével kerülhetnek közelebb a német nemzetiségi tagozatra járó diákok a magyarországi németek történetéhez, a régi sváb hagyományokhoz, szokásokhoz. A 7. osztályos tanulók számára szervezett projekthét az előző tanévben elmaradt, de most szeptemberben pótolták ezt. A ma reggeli projektzáróhoz kapcsolódott egy másik hagyományos program, az elsősök megajándékozása. Az előző tanévben elmaradt ágacska projektet pótolták a most már 8. diákok. Lelkes szülők segítségével szeptember 20-a és 24-e közt tartották a témahetet. Pilter Tóth Katalin, Ganna és Döbrönte történetéről mesélt a gyerekeknek, akik múlt pénteken kilátogattak a két településre. Schwab recept alapján a gyerekek saját maguk gyúrták a langallóhoz a tésztát, megnéztük a 2021-ben átadott kiüzetés emlékműjét, jártunk a mauzóleumban, és utána pedig átsétáltunk Döbröntére, majd megmásztuk a döbröntei várat is, és mire mindez a program befejeződött, addigra a langallónk is kisült Gannán, Magyar Fanniék vendégházában. Az Ágacska projekt minden évben segíti a nemzetközi tagozaton tanuló diákokat abban, hogy hiteles, személyes történeteken keresztül ismerjék meg a sváb hagyományokat, múltat. Magával az ágacska Zweiglein történettel is ismerkedtünk, hiszen Klaus Klotz írta a Zweiglein című művet, amelyben előrevetíti a magyarországi németség keserű sorsát, hogy a hagyományait, a szokásait, a nyelvét nem fogja megőrizni. Én viszont nagyon optimista vagyok, és én azt gondolom, hogy ez a projekt is nagyon nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a hagyományok, a nyelv, a tánc, az mind megőrződjön az utókornak. A projektzáró az iskola aulájában volt. Ezen részt vettek az elsősök is, akik szép ajándékot kaptak a 8-osoktól, az úgynevezett sultűtét. A tartót a végzősök készítették, a tűtét pedig a helyi német nemzetiségi önkormányzat töltötte meg finom édességgel. Dr. Hauberné Szabó Tímea elmondta, hogy a 8-osoknak a tanulás mellett is lesz feladatuk ebben a tanévben. Többek között október 9-én fellépnek a megyei német nemzetiségi napon is. És most következzen az időjárás jelentés. Szerdán gyakran lesz felhős az ég és elszórtan várható eső. Zápor, nyugaton zivatar. Helyenként élénk lehet a déli délkeleti szél. Reggelre foltokban párássá, ködössé válhat a levegő. A legmagasabb hőmérséklet 18 és 24 fok között alakul. Köszönjük figyelmüket, a viszontlátásra!